rátekintünk a másik oldalra, akkor fogjuk igazán látni, hogy olyan, mintha egy kis utca lenne a két ház között, az igen az. Szecessziós épület volt. Futólépésben megyünk a Bartók Béla úton. Ez volt a Kosztolányi és a... Ha tényleg a koncepció alapján fel lesz újítva az egész Bartók Béla, gyönyörű lesz. A 18-as számú ház, ez is egy szecessziós ház, Hubert József tervezte, Zürichben szerezte a nőegyetemi diplomáját, és őről az érdekes, hogy ő az osztrák-magyar bankfiókoknak, a magyarországi bankfiókok fiókjait tervezte, 37 bankfiókot, de többek között bérházakat is tervezett szabad idejében, amikor nem bankfiókot tervezett, és ilyen remek művek születtek. Na. Itt a 20-as is egy szecessziós ház, itt a Defo Labor működik, aki szintén túl 11 tag, de most ő hozzájuk nem menjünk be, ők ipartervezőkkel, formatervezőkkel ülnek közösen egy asztalhoz, és lehet velük csodákat alkotni. Ebben a sárgában? Igen, itt lesz a Defo.